Széleskörű szülő, diák, pedagógus összefogás eredményeként újult meg az Üllői Árpád-Fejedelem Általános Iskola udvara. Az aszfaltra játékokat, ügyességi feladatokat festett fel a kreatív munkában résztvevő 12 gyermek, pedagógus és szülő. A részletekről a főszervező, sajtosné Üllői Andrea rajztanárt kérdeztük meg. Ismét alkottunk, színesebbé tettük iskolánkat. Igazából a kezdeményezés onnan jött, hogy ezt az aszfalt réteget megcsinálták, és olyan kietlen volt, olyan személytelen, és a szülők kezdeményezésére gondoltuk ki, hogy színessé tesszük játékokkal, a már megszokott hagyományos játékokkal, így a kinevet a végén, a malommal, ugróiskolával, hogy a gyerekek szünetekben is tudjanak játszani a tanítókkal együtt. Kreativitás eredményét láthatjuk, de mennyi ideig készült és kik vettek ebben részt? 12-en készítettük, szülőkkel együtt, kollégák is részt vettek benne. Pénteken 5 órától 8 óráig, illetve tegnapi napon, pünkös napján reggeltől estig tartott ennek az elkészítése. Hogyan tovább? Várható még hasonló terv itt az iskola udvarán, illetve környékén? Tehát van még olyan plac, amit be lehet szépen rajzolni? Hát plac mindig van, és mindig lehet színesebbé tenni. Itt sem készítettünk el mindent, amit szerettünk volna. Megpróbáljuk ezt még orvosolni a nyár folyamán, mikor még bent leszünk az iskolába, hogy minél színesebb környezetbe tudjanak a gyerekek jönni. Az intézmény vezetője szerint a kreatív kezdeményezés azt üzeni, hogy az összefogás, a készségfejlesztés és a kreatív ötletek kapcsán is csodákra képes. Az első eset már ebben a tanévben, hogy ennyire megszínesedik az iskolánk, hiszen ősszel sor került egy nagy kaliberű falfestésre, amin ugye mesefigurák láthatók, mesélnetek láthatók, és ugyanaz a kolléganő, aki azt a projektet összefogta, az ő ötlete volt ennek ezeknek az aszfaltjátékoknak a felfestése, és ennek köszönhetően most már az iskola udvar másik oldala is nem csak hogy színes, vált, hanem nagyon komoly készségfejlesztő játékok kerültek felfestésre ide az iskola udvarra. Van még elképzelés, terv a fejekben? Jelen pillanatban én erről még nem tudok beszámolni, de minden kezdeményezést, ami ehhez hasonló, mindenféleképpen támogat az iskola vezetés, és azt szeretném mondani, hogy ez egy nagyon komoly összefogásnak az eredménye. Szeretném nem csak a kolléganőt, a segítő kollégákat kiemelni, hanem azokat a gyerekeket és szülőket is, akik a szabadidejüket áldozva munkálkodtak, hogy a gyerekek birtokba tudják venni a mai napon ezt a csodálatos iskolaudvart. A jelképes szalagátvágás után a gyerekek kameránk előtt vehették birtokba a megújult iskolaudvart.